Pacsi, mindenkinek Dízel vagyok, ez pedig egy ilyen vlog videó lenne, amiben beszélgetünk egy picit arról, hogy ugye, hát én most építettem egy új képet, ennek azért elég nagy szükségete volt már itt a csatornán, hiszen a régi gépem az egy i5-ös gép volt, amit kb. 3 éve rakott össze még testvérem, itt raktunk össze ketten tesómmal, és így, tehát így gondoltam, hogy most már 3 év után illene egy i7-es gépet összeszedni, ami sikerült is, tehát sikerült, fú, de még hogy sikerült, nagyon-nagyon jól sikerült. Megvettem a hozzávalókat, azaz a processzort, alaplapot és ramokat, mert gondoltam, ha már veszek egy új alaplapot, meg új processzort, akkor már azért dukálna hozzá egy DDR4-es RAM, ami hát ugye jobb, mint a DDR3-as. És ez mind sikerült, mind nagyon jól sikerült. A pénztárcám elsírta magát, azóta se áll velem szóba, tehát egyszerűen borzasztó. De a lényeg az, hogy megvan, megszereztem az alkatrészeket is, drága barátom Viktor / Sirius, tehát hogy Viktor vagy Sirius, attól függ, egyszer így egyszer úgy hívom, elnézést kérek ezért, csak hogy tiszta legyen, tehát hogy pingvin harcos barátom jött át nekem segíteni beszerelni, mert azért valljuk be, ő egy kicsit jobban ért a gép összerakáshoz, tehát mint hogy ismerem barátom, és tehát így jól tapasztaltabb a gép összerakásban, mint én. Én meg ilyen eszközöknél, amiknek azért elég borsos ára van, őszintén vagyok, nem mertem annyira hozzájönni, hogy pazd meg, nehogy elcsesztem, mert akkor aztán fú, így is azért kellett a szaktudásához, hogy összeszereljük, tehát igaz, hogy csak követnie kellett a leírást, meg mindent, de azért mégis rábíztam, mert jobban bíztam, mint saját magamban, ami lássuk be, azért végül jól tettem. Szóval, megszereztem az alkatrészeket, elkezdtük az összerakást, ami marha jól sikerült, ez egy ilyen nagyon jó kis baráti összeülős, beszélgetős dolog lett, ahol rendeltünk pizzát, összeraktuk a gépet, magát, amiről amúgy csináltam egy csomó felvételt, meg videóztam közben, csak az a baj, hogy annyira első próbálkozás akart lenni, hogy borzalmasak lettek a felvételek, tehát valamiért például a telefonomat ugye elfordítottam, hogy full HD-ba rögzítsek, de nem full HD-ba rögzített, hanem csak simában, mintha egyenesen tartottam volna a telefont, mert az elforgató kép, tehát a képernyő elforgató funkcióban maradt, és így, baszki. Igen, szóval ez egy kicsit ilyen amatőr baki volt, de inkább így egy ilyen beszélgetős dologgal gondoltam, hogy kompenzálom. Szóval az új gép, amire fejlesztettem, az egy i7-es 6700K 4 GHz-es, 4 magos processzor, ami merőben nagyon-nagyon-nagyon sokkal jobb, mint a régi i5-3570K-s processzoron volt. Ugye, ami nagyon meglepődtem, őszinte vagyok, de mint kiderült, ugye ez egy ilyen drágább processzor, tehát ez egy ilyen nagyobb kategóriájú. A nagyobb kategóriájú processzorokhoz nem jár hűtő. Ami engem meglepett, tehát mert oké, hogy az ember úgyis lecserél meg minden, de nagy szerencse, hogy nekem volt külön hűtőm, egy Asura Skite hűtő, amit még régóta használok az i5-ösre, de teljesen jól működik az i7-esre, mert ez egy elég nagy baszom nagy hűtő konkrétan, ami tök király, és nagyon örülök neki, hogy megvan, meg persze hát azért 8 giga helyett most 16 giga DDR4-es RAM-on van, az alaplapon pedig egy Asus ROG Hero 8, ami brutálisan jól néz ki. Mondjuk erről ide bevágok nektek majd egy-két felvételt, egy-két képkockát, amíg ezt itt nagyon szépen átmondom, mert azért így mégis pár dolgot azért mutatok belőlem. Tehát maga a gép összerakása nagyon nagy fun volt, elég sokáig tartott, tehát olyan jó 4-5 órádnál tartott a gép összerakása, este 8-tól azt hiszem, tehát satsz mondjuk éjfélig tartott, utána drága barátom hazament, én maradtam és egészen nem feküdtem le addig, amíg nem telepítettem mindent újra. Tehát azért újra kellett raknom a videóvágó programot, a streamer programot, mindent újra kellett raknom, játékokat, stb. A filmeket nem, tehát a filmjeimet, a filmgyűjteményemet azt nem kellett legalább újra leszednem, de értitek, tehát az ilyen nagyon fontos dolgokat, azokat újra kellett pakolászni. Úgyhogy így jó hajnali 3-kor sikeresen ledöltem az ágyba és aludtam, de konkrétan azt a hatalmas rumlit, ami volt a szobámban, azt úgy, ahogy van, azt ott hagytam másnapra, hogy ezt majd akkor így ma megcsinálom. De fú, tehát nagyon sok volt. Viszont ez a remek pizzázós, baráti összeülős beszélgetés, ez marha jól volt, mert sokat twitteltünk, tehát folyamatosan twitteltünk ki mindenféle hülye posztot, hogy mit tudom én, nem tudtuk leszedni egyszerűen a hűtőpaszta kupakját. Tehát konkrétan nem tudtuk leszedni. Tehát ténylegesen nem tudtuk leszedni. És így, hogy az Istenbe szedjük már le, baszáig, de nem megy. De végén csak összejött.
ami még marha viccesek voltak ilyen elszólásaink, hogy csavar, csavar, de egyszer úgy is jó lesz, mert itt konkrétan tartottuk, tehát ilyen olyan brutális, amit nagyon sajnálok, hogy nem vettük fel az egészet, mert az egész egy ilyen tök jó streambe elmehetett volna, mert nagyon sokat röhögtünk, meg minden, hogy konkrétan tartottuk, leszereltük a gépházat, a gépházból az ugye az alaplapot, betettük az újat, majd újra leszereltük, mert a kábelt jobban el lehetett vezetni. Mert ugye elég durva volt, hogy konkrétan én ugye ezt a gépet annó 3 éve készen rendeltem, tehát ez teljes összerakással, és bevallom, én csak a takarítás szempontjából vettem le az oldalát, tehát ilyen kb. Egy ilyen 3-4 havonta. Na jó, néha, tehát néha azért volt ez egy ilyen 6 havonta, tehát ilyen fél évente takarítottam, de azért nem figyeltem ilyeneket, hogy például a főventilátora, az egyik főventilátora a gépházamnak nem volt bekötve. És így, what the fuck? Mármint én ezt így összerakva rendeltem, van, aki tehát össze kellett volna rakniuk. Na mindegy. Ugyan már, semmi baja, tehát mi megcsináltuk. Azóta megtudtam, hogy van előle egy LED is a gépházamban, ami most már világít, úgyhogy nagyon-nagyon jó dolog, meg tök cool. Viszont tehát ez eltartott egy darabig, azért lássuk be. A hűtőpasztázás az mindenképpen egy nagy élmény volt. Tehát amikor, tudjátok kb. Mint amikor így nyomkodod egy picit a ketchupöt például, és így nyomod, 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 nem akar jönni, kicsit jobban megnyomod, és így oda fosol egy ilyen litert. Na, az nem volt túl kellemes, mert utána takarítgathattuk le, de legalább az is utólag így sikerült, meg megcsináltuk, és a leghihetetlenebb az volt, hogy konkrétan amikor összeszereltük a gépet, és áthoztuk az első tesztre, akkor úgy voltunk vele, hogy jó, a könnyű részén túl vagyunk, jön a mély torok. És így, nem, baszki, elsőre, pöcre indult a gép. Jó, már így elindult, és így leállt. De így mondom, jaj, semmi, ez néha szokta, és így utána a másodikra elindítom, megy. Megy minden. Kapásból. Pedig azért eléggé szorult a húrokanyagam körül, amikor így 600-as tápom van, meg minden, és azért ezek az eszközök esznek áramot rendesen. Szóval nagyjából így a végére így néz ki a stúdióm, amit most így, ha jól gondolom, bevágok nektek, hogy lássátok mégis, ahogy ez hogy néz ki. Elég sokat fejlesztem, és nagyon-nagyon sok mindent próbálok beleölni, hogy a lehető legminőségibb anyagot tudjam gyártani nektek, mint videó, amihez még nagyon sokat kell tanulnom a vlog tekintetében, mert ez a műfaj eléggé távol áll tőlem. De szeretném valahol, hogy valamilyen formában belecsempészni a csatornába, hiszen ez egy remek módja az én kedvenc dolgomnak, és a kedvenc talán a legjobban hozzám illő dolognak az egész csatornában, az pedig a kapcsolatteremtés veletek, amit nagyon szeretek csinálni, hogy veletek beszélgetek, és a vlog eléggé elengedhetetlen. De viszont meg kell, de viszont ez elég furán szóltam, mindegy, de meg kell említenem azt is, hogy kaptam segítséget. Tehát kaptam segítséget Viktortól, hogy összerakja a gépet. A másik pedig, akiket meg kell említenem, ha bár, tehát meg kell említenem, mert egyszerűen ez egy olyan gesztus volt, amit muszáj megemlítenem, hogy ugye, mint mondtam, ezek a gépfejlesztési dolgok elég drágák, ezért kerestem, és hát írogattam oldalaknak, hogy sziasztok, videós vagyok, stb. 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 Csinálom ezt a YouTube csatornát, a hobbim az, hogy ezt csinálom, építgettem a saját stúdiómat, stb. 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 Hogy szeretnék vásárolni eszközöket, tudnátok-e segíteni benne? És sok oldal egyet nem jutott el addig a sorig, hogy szeretnék vásárolni eszközöket, hogy nem azt akarom, hogy ingyen adjanak, vagy valamilyen nem vásárolni, vagy nem válaszoltak, vagy kiröhögtek, vagy egyszerre mindkettő. De volt, tehát akik tényleg nagyon jó fejek voltak, az az rbx.hu, nem tudom, ki ismeri őket, nem egy nagyon nagy oldal, egyelőre egy webshop konkrétan, és írtam nekik, az egy dolog, hogy egy napon belül válaszoltak, tehát tényleg így, ezt azt hittem, nem válaszolnak, válaszoltak egy napon belül, és ami nagyon meglepődtem, hogy a főnök keresett utána, tehát adott ő egy telefonszámot, beszéltünk minden, és adott egy pici árengedményt a dolgokból. Tehát nem kell sokra gondolni, de tehát egy pici árengedményt adott, ami marha jól esett. Tehát borzasztó jó fejek voltak, és egy napon belül meghozták a cuccokat, és mehettem érte. Személyesen a főnök adta át,
ami egy nagyon-nagyon-nagyon kedves gesztus volt, és nagyon szépen köszönöm nekik, mert ez tényleg azért nagyon sokat segített így lelkileg is, hogy basszuskulcs, nem küldtek el a halálnáthás faszára konkrétan, hogy megmertem kérdezni, hogy esetleg segítenének-e ilyenbe, elment a képen monitorom. Úgyhogy igen, őket mindenképpen meg szeretném említeni, mint segítség, meg persze hát Viktort, aki maga segített összerakni az egész dolgot, és akkor most vígan zendül az új gépem. Na, de hát ez a videó ennyi lett volna, úgyhogy remélem azért tetszett nektek, ha bármi kérdésetek van, nyugodtan tegyetek fel kommentben, találkozunk legközelebb, úgyhogy pacsi mindenkinek is! Sziasztok!